Szeged nagy árvíz utáni újjáépítésének meghatározó pillanata volt a Szegedi Nemzeti Színház fölavatása. A bécsi Helmer és Fellner iroda által tervezett épület jól illeszkedett a Stefánia palotái közé és a Monarchia hasonló korú színház épületeinek sorába. 1800 nézőt tudott befogadni. Az 1883. október 14-i nyitógálára Szegedre érkezett maga Ferenc József császár, magyar király is. Az, hogy helyet adott a színháznak ez a város, ez azt jelentette, hogy tudva és szándékosan nagyváros akart lenni. Adottsága megvolt, Sóúton volt, tudjuk, és hát sok minden a Tisza miatt még kötődik ehhez, hogy miért volt ilyen fontos útkereszteződésben, de ehhez kellett művelt emberfő. Mire azonban fölépült volna az első igazi kőszínház, számos színházi előzmény volt már a városban. A piarista gimnázium egyik tanára már 1723-ban színi előadást szervezett a diákoknak latin nyelven. 1791-ben fölépült a városháza, s itt a mai házasságkötőterem helyén színháztermet alakítottak ki. Színpadot, süllyesztőt és kulisszákat is építettek. Itt rendszeresen föléptek vándortársulatok, többek között Kelemen László is járt itt. Az első állandó szegedi színház, a Bódé, 1856-tól működött a Kelemen utcában, a mai Hági kertjében. Az igazi nagyugrást azonban az állandó kőszínház megnyitása jelentette, ami a nagy árvíz utáni újjáépítés fontos állomása volt. A téli időszak, ahol nem lehetett elmenni sehova, tehát zárt helyre volt szükség, egy város attól lett élővé, hogy volt egy olyan közösségi épülete, a színház, ahol a társulatok egész tél alatt, tehát gyakorlatilag októbertől általában márciusig, tehát 6 hónapot majdnem, vagy 6 hónapot, igen, töltöttek, de ez tetemes pluszköltséggel járt. És ha ez a pluszköltség nem kapott valahonnan támogatást, akkor az a színház nem tudott állandó színház lenni. És ezért mondták azt Szegeden, talán megint a hazában legelőször, hogy állandósítani kellene a színházat. Tehát ha már hozzájárunk anyagilag télen, akkor járuljunk ahhoz hozzá, hogy nyáron is legyen színház Szegeden. Ám a nyitás után 2 évvel tragédia történt. 1885. április 22-én az épület kigyulladt és nagyrészt leégett. Amikor leégett a színház, akkor csak a puszta falak maradtak meg. És azért lehetett nagyon gyorsan helyreállítani, mert a puszta falakat meg lehetett menteni. Az épület szerencsére biztosítva volt, a biztosító pedig a kár nagy részét kifizette, ami fedezetet nyújtott az újjáépítéshez. A többletköltséget, 20 000 krajcárt a közgyűlés vállalta. A teátrum másfél év múlva, 1886 őszén nyílott újra. Ebben az időszakban olyan művészek dolgoztak Szegeden, mint Tárai Ferenc, Jávor Pál, a makói születésű Páger Antal, Csortos Gyula, Dajka Margit vagy Patkó Sirma. Én életemben még nem irigyeltem soha senkit, őt egyedül, a Patkós Irmát. Mert annak egy olyan csodálatos, operai kvalitású hangja volt, hogy folyton azt kérdeztem tőle, ha valakinek egy ilyen csoda van a torkában, az miért nem opera énekesnő? Szóval hát ott volt a Patkós Irma, ott volt a Páger Antal, Bilicsi Tibor, Beck Miklós karmester, kitűnő karmester, egy kiváló karakterszínészük volt Herceg Vili bácsi, Veseli Pali, Földényi László, kiváló volt. És hát akkor vitte oda ez a Tarnai Ernő Jávor Palit Veszprémből, Tolnai Andort és Zöldhelyi Annát Kolozsvárról. Megismerkedtem Juhász Gyulával. És attól kezdve minden délután a fekete kávémat azt a kastáló félemeleti haljában
ittam meg Juhász Gyula társaságában, és Magyar László, és Bányai, ezek mind újságírók voltak. Ennek a Magyar László nem csak kiváló és nagyon jó újságíró volt, hanem kitűnő karikatúra rajzoló is. És csinált Juhász Gyuláról egy karikatúrát, rólam is, és Juhász Gyula egy megnézte, és akkor saját maga egy ceruzát fogott, és odaírta, hogy aki itt belépsz, hagyj fel minden neménnyel. De itt kezdte pályáját a Hollywoodban Drakulaként világhírűvé lett Lugosi Béla is. 1986-ban, amikor az épületet egy nagy felújítás miatt újra megnyitották, az ünnepi gálán Páger mesélt itteni kalandjairól. Dajka Margittal azon az estén egy duettot énekeltünk. A duettot én énekeltem, főleg a refrén így kezdődött. Jaj, pont a szőkét, imádom én. Aztán így folytatódott, hogy ha szőke nőnek, ha szemek kék, szavamra mondom, hogy tűzbe még. Valóságos vész rám a szőke haj. Csak megpillantom, és már rögtön kész a baj. Utána tánc jött, és minden ok nélkül balra eltáncolt. Ez így volt. Mikor visszajöttünk, kitört a nagy taps. Ismételtünk, még nagyobb taps. Ez alatt a még nagyobb taps alatt oda szóltam Margitkának, hogy maradj a színpadon, mert jön még valami. Rám nézett, ő már tudta, hogy valami turpiságon töröm a fejemet, és kacagott. Gyönyörű kislány volt Dajka Margit. Lobogó hajú, szőke szubrett. Na, szóval most jöttem én. Sírtam. Te már engem nem szeretsz? Ez nincs a darab. Nem szeretsz. Ilyenek vagytok ti, szőke nők. Erre még jobban kacagott Margitkánk. Kikacagsz engem, kikacagsz. Sírva odamentem a színpad bal oldalán állt egy erkély. Két oszlop tartotta. Egy oszlop jobb sarkát, egy oszlop a bal sarkát. Oda mentem sírva, és átöleltem a bal oldali oszlopot. Sírtam. Ilyenek vagytok ti, szőke nő. Toporzékoltam, sírtam. Fölül már mozgott az oszlop. Alul még egy fúró tartotta. De addig toporzékoltam, rúgdostam, míg kirúgtam a fúrót is. És átölelve az oszlopot, sírva kimentem a színpadra. Odakint Tulnaiban a lengyel gróf már kipágult, hogy kilépjen az erkélyre. Mondjukám, ne menj ki az erkélyre, az erkély lebeg, kihoztam az oszlopot. Az Istenedet mondja, hát most honnan énekeljem a finálét? A földszintről, Bandikám. 1929-ben itt mutatták be a szegedi író és múzeumigazgató Móra Ferenc az Aranyszőrű Bárány című darabját. Hamar elkezdődött az operajátszás is. Már 1841-ben eljátszották itt Bellini Normáját. Igazán operát Makó Lajos honosította meg ebbe a színházba. Őt lehet úgy nevezni talán, hogy az opera atya Szegeden. Azt is tudni kell, hogy most olyan dolgot fogok mondani, amitől nehányan meg fognak borzongani, hogy az operát a színház megölőjének nevezték a 19. században, hiszen ez nagyon költséges műfaj volt. És Szeged ebbe is élen járt, hogy olyan színházigazgatókat próbált szerződtetni, ezt is el kell mondani, hogy a színház maga, tehát az épület a városhoz tartozott, azonban ennek bérlői voltak a színházigazgatók. Tehát ezeket úgy is nevezték annak idején, hogy bérlőigazgatók. Na most a bérlőigazgató a saját zsebőből kellett, hogy fedezze a társulat költségeit, és itt hadd tegyem hozzá, Szeged ebbe is élenjáró volt a magyar színház történetben, hogy igenis jelentős összeggel járult hozzá ahhoz, hogy ezek a színházigazgatók tudjanak társulatot szerződtetni. Tehát szubvencióval járult ahhoz hozzá, hogy
zenéstársat is alakuljon. A 20. század első felében föllépett Szegeden többek között Pataki Kálmán, Svéd Sándor, de olyan világsztárok is, mint a francia baszbariton Marcel Journé, vagy Toscanini kedvenc baritonja Frank Valentino. 1934-ben a Szegedi Katonazenekar karmesterévé nevezték ki Fricsai Ferencet. A következő évben ő lett a Szegedi Szimfonikus Egylet karmestere is. 1944-ig gyakran vezényelt a Szegedi Nemzeti Színházban és a szabadtéri játékokon. A II. Világháború előtt itt kezdte színészi pályafutását többek között a hódmezővásárhelyi születésű Besenyei Ferenc, vagy a Szegeden született Agárdi Gábor. Mindkettőket a legendás igazgató Sziklai Jenő szerződtette. Hát én úgy kerültem oda a színházhoz, hogy Sziklainak akkor volt egy nagy húzása. Kitalálta, fölfedezte a spanyol viaszkot, hogy hogy lehet ingyen statisztériát szerezni a színházhoz, és megkérdetett egy színiiskolát. Újságban, hogy jelentkezzen az, aki ennyi és ennyi érvényesé. És jelentkeztünk ott rengetegen, és aztán hát majd értesítenek bennünket. Hát nem tudom, a 100 jelentkezőből értesítettek, aztán valami 10-et vagy 12-t, hogy ezek jöjjenek be. Mi a dolgunk? A világon semmi, statisztálni fognak minden darabba, és a próbákat kötelesek nézni. Volt egy ilyen próba, és a szerződtetett táncos nem tudott táncolni. Kálmán körülnézett, és maga jöjj csak ide. Tessék, álljon be, csinálja. No, hát én nem tudom, azt mondja, nem kell tudni, próbálja csinálni, amit a többi. Csináltam, azt mondja, maga marad. Itt dölt el a sorsa vagy életre. A csodálatos, nagyszerű dolog az, hogy a Szegedi Egyetemen működik, például a Szegedi Egyetemeken működik a világ szellemi kapacitásának jelentős része. Csak amikor becsukod az egyetem kapuját magad mögött, akkor még boszorkányok is vannak. Na most ebben a légkörben, ebben a szellemi melegágyban élő emberek a tanyákról is jöttek csodát látni, jöttek igazolni az ő kis agyukkal, a fantáziájukkal megteremtett világot. Addig nem szabadna nyugodnunk színházcsinálóknak. Nem szabadna, míg a színház nem válik ennek a népnek a szabad egyetemévé. A háború alatt Szegeden nem folytak heves harcok, de 1944. októberében az épületet több találat is érte, legtöbb a tetőt. 1945. augusztusában a színházat államosították. Igazgatónak Leótai Árpádot nevezték ki, aki 1931-ben a szabadtéri játékok legelső előadásán Jézust alakította Vojnovics magyar pasiójában. Zeneigazgatónak a Kolozsvárról hazamenekült Vaszi Viktort kérték föl. Ő leszerződtette kolozsvári társulatának néhány tagját, és Szeged megkapta a Kolozsvári Nemzeti Színház átmenekített teljes fölszerelését, díszleteket, jelmezeket. Az újrakezdést támogatta az orosz városparancsnokság is. Szerencsés véletlen, hogy a parancsnok helyettes, bizonyos Kártyenko, a háború előtt maga is színészként kereste kenyerét. A kolozsváriak mellé Vaszi leszerződtetett néhány tehetséges fiatalt is. 1946-ban itt debütált a Carmenben Simándi József, aki a Magyar Opera Színpad egyik legnagyobb alakja lett. Vaszi 1949-ben visszatért Budapestre, a Zeneakadémia tanára lett. 1957-ben aztán a teljes Szegedi Nemzeti Színház igazgatójának nevezték ki. Utódja Pál Tamás szerint elsősorban nagyszerű karmester és muzsikus volt. Az ő operai elképzelései közül, ha most nem azzal foglalkozunk, hogy hogy valósította meg Verdit és Puccinit és Mozartot, az talán a legfigyelemre méltóbb, amilyen világosan felismerte, hogy egy ilyen nagyságú városba és egy ilyen közösségbe, mint Szeged, hogy lehet úgy operát csinálni, hogy ez érdekes legyen, mindenki szóljon, eljöjjenek, és ugyanakkor legyen benne valami, amitől túlmegy mindenféle úgymond provincializmuson. Merészen és bátran a kortársai közül talán elsőnek úgy gondolta, hogy az az opera repertoár, ami általában a operázók műsorán van, a szűk. És miután rendkívül művelt volt, elkezdett kutatni
új operák után először sorra vette azokat a műveket a nagy ismert zeneszerzőktől, amit nem játszottak, és amiknek volt valamilyen pejoratív, előítéletes jelzőjük, hogy azok nem igaziak, és bebizonyította róluk sorjában, amikor elővette őket, hogy igaziak. Például ilyen volt a Nabucco Verditől. És arra is rájött, azt is felismerte, hogy a korral úgy lehet haladni, hogy korszerű operát játszunk, tehát műsorára tűzte az akkori idők operatermésének a legjavát. Pergünt itt mulat. Ezek, hogy éljen Pergünt, például a három kereskedőtől ez a rábeszélő legyen, mert akartok valamit a Pergüntől. Pergünt is egy kicsit rámenni, éljen, az élet éljen, jól kiemelni, az élet éljen. Csinálj meg még egyszer. Gyimesi Kálmán 1962-ben szerződött Szegedre. Több mint 40 éves pályafutása alatt számtalan klasszikus és modern opera főszerepét énekelte, például az imént látott Pergüntöt, Werner Eck alkotását. De föllépett operettekben is. Idén 90 éves. Az egy igazi, vérbeli, színházi ember volt az igazgató, Az délelőtt 10 órától próbált fél kettőig, és este 6 órától 10 óráig. Ezért volt jó a társulat, mert összekovácsolódott egyforma tehetségű hangok mennyiségben, minőségben. Nagyon jó társulat volt, és ő ebből nem engedett, mert csak a munka viszi előre az emberiséget, mindig mondta. Évi penzum az mindig úgy volt a igazgató szerint, hogy két ismert opera, egy ismeretlen opera van közötte. Tehát a két ismert opera felhozza arra a szintre az ismeretlen operát. A szintén 90 éves Székely László 10 évig volt a szegedi társulat tagja, ám utána vendégként is sok díszletet tervezett Szegeden. Első munkája Shakespeare harmadik Richardja volt, de tervezett operát és operettet is. Volt olyan is, hogy fölhívtak este engem az Iván, aki a gazdasági igazgató, hogy Lacikám, holnap állító próba van a mit tudom milyen operetből, és akkor egész éjszaka dolgoztam, hogy reggelre tudjak állító próbát tartani. Ilyen is volt a Szegedi Nemzeti Színház történetében. Nekem az volt a szerencsém, hogy tényleg minden műfajba sikerült belekeverednem, mert ugye az első igazi operám az a Varázsforró volt, amit a Ida néni rendezett, Erzsi Inda rendezett, és az egy eléggé, úgy gondolom, hogy a körülmények és a korhasszhoz képest eléggé korszerű, ha szabad ilyen nagyképűen nyilatkozni, látványtervet sikerült összehoznom. Aztán táncos dolgot is csináltam, mert milyen Imrének, bocsánatot ki, most nem jut eszembe a neve, a kiváló koreográfus volt. Az Imre Zolival nagyon szerettem dolgozni, több produkciót is csináltunk, de hogy az mi volt, arra bocsánatot kérek, már nem emlékszem vissza. Abban az időben volt az az időszak, amikor például opera előadását terveztem, úgy kellett kitalálni, hogy az ellensen minél mondjuk vidéki színházakba, ahol a színpadnak a mérete fele annyi, mint a nemzeti, akkori nemzeti színháznak a színpada, és ez komoly gondot jelentett. Most hozzá kell tennem, ma az a vicc, amikor elmegy egy benti, tehát egy, mondjuk a Nemzeti Színház elmegy vidékre, akkor nagyon kell gondolkodni, hogy azt a bizonyos látványtervet, amit te kitaláltál a helyi előadásra, hogy te azt hogy fogod tudni leszűkíteni adott esetben egy másik, de kisebb méretű színpadra. Na most ez szegedi időszakban az volt, hogy sikerült mindig tájdíszletet csinálni. Tehát a nagy produkciónak megcsináltuk az égimását kicsibe. Tehát, hogy méret arányba stimmeljen arra a színpadra, hogyha elmentünk Hódmezővásárra, csak mondok egy példát, ott ugye a Kultúrháznál az egy sokkal kisebb szituáció volt, mint adott esetben a maga a Nemzeti Színház. És akkor azt meg kellett külön tervezni hozzá. Leocki Zsuzsa Szegeden született és itt is nőtt föl. Már 13 éves korától a tánckar tagja volt, 1957 és 62 között pedig már főszerepeket, főképp szubrett szerepeket játszott.
Akkor fölkerült a Fővárosi Operett Színházba, ahol 2021-ig folyamatosan játszott. A Szent Ivánéi álomba, a Titánia és az Oberonnak egy jelenetébe be kellett jönni a, mit tudom én, manóskáknak, és én voltam a babvirág, szövegeltem ilyen fiatalon. Szegeden, ugye, ahol én kezdtem, ott a Rubányi Vilmos volt a zeneigazgató, a Vaszi Viktor meg az igazgató, tehát én már hangilag egy picit, nem azt mondtam, hogy képzett voltam, de hangilag azért már foglalkoztak velem mind a ketten. Vaszi megszervezett egy nagy városi kórust is. Ezt tette lehetővé, hogy olyan nagyszabású oratóriumokat is előadjanak, mint Orff Carmina Buránája. Szegeden több kísérlet is lezajlott a tánctagozat beindítására. Vaszi 1962-ben Imre Zoltánt kérte föl a feladatra, aki 1968-ig táncosként és koreográfusként dolgozott itt. Ekkor külföldre ment. Ám 1986 után előbb művészeti tanácsadóként, később balettigazgatóként ért vissza Szegedre. A három fesztivál közül a középsőt, a Mittelfest fesztivál tartom a legérdekesebb és a legnagyobb sikernek számunkra. George Tábori, jeles, világhírű rendező művészeti vezetésével alakult ez a fesztivál, és a híres író Franz Kafka jegyében született meg. Majdnem minden mű Kafkához idomul, vagy a hatása alatt áll, vagy pedig kifejezetten az ő műveiből származik. Az bemutatónk, az ős bemutatója az én balettemnek Álom Kafkáról nagy sikert aratott, és mellette Juronics Tamás már ismert darabja, amit Tábori választott ki. Itt igazán fölmérhettük azt, hogy hová tartozunk. Az utánunk következő produkció például József Nagy, vagyis Nagy József produkciója volt, aki Párizsban már rendkívül híres lett, és az avantgárd közé tartozik. Azt hiszem, hogy nagyon megnyugodhatunk abban, hogy pillanatnyilag jó helyezésünk van a világ színházában. 1994-ben két táncosa, Pataki András és Juronics Tamás vették át tőle a társulat irányítását, és azóta a Szegedi Kortárs Balett néven kivételesen sikeres együttest vezetnek. A 30 év ugyanakkor egyfajta alapot ad arra, hogy az ember visszagondoljon a kezdetekre, emlékezzen, és elgondolkodjon azon, hogy milyen esélyekkel indult el ezen az úton 30 évvel ezelőtt, amikor két fiatalember nekivágott annak, hogy együttest vezessen, meg annak én magam, hogy koreografáljak. Ehhez bizony kellett, hogy esélyt kapjunk. Így van, esély. Sokat gondolkodtunk, mit is jelent, és tulajdonképpen a mi 36 évünket ez az esély keretezi. Tehát esélyt kaptunk mi nagyon fiatalon Tamással, hogy vezessünk egy együttest. Esélyt kaptunk 36 évvel ezelőtt Imre Zoltántól, aki egy új városba fiatalokkal elkezdett egy új műfajt. Persze nem annyira új, hiszen nagy tradíciója volt a balettnek előtte is Szegeden, de mindenféleképpen egy új stílust, amire nyitott volt a szegedi közönség, és hát ez is egy esély volt, és ezen az esélyen keresztül jutottunk mi tulajdonképpen el odáig, ahol ma tartunk, hiszen fiatalokat hívott, fiatalokat bízott meg koreográfia készítésével, és maga a társulat is fiatal volt. Tehát esélyt kaptunk a várostól, esélyt kaptunk Imre Zoltántól, esélyt kaptunk a színház akkori igazgatójától, miután Zoltán távozott a társulattól, hogy mi Tamással átvehessük az együttes vezetését, és próbáltunk
ezzel az eséllyel mi élni. Szeged mellett gyakran föllépnek Budapesten és bejárták a világot is. Egyik legsikeresebb darabjuk épp a Carmina Burana. ...1978-ban a Nagy Színház bezárt, hosszabb felújítás kezdődött. Utoljára a szegedi Vántos István Móra Ferenc regényéből írt Aranykoporsó című operáját játszották. Zenés színházként megkapták a színház mellett álló akkori Szabadságmozi épületét. Senki nem mondta azt, hogy gyerekek, ez a helyzet sajnos nagyon rossz állapotban van a színház, a másik még nincs kész, várnotok kell egy évet, valamit legalább mondtak volna. Nem vagyok egy műszaki zseni, de hogyha nem két ember pöszmögne, mint a általában a magyar építkezéseken, akkor ezt, hát ennek ez, szerintem ez lenne a módja, hogy ezt szakaszosan felújítani. Én nem tudom, hogy ez mennyibe kerülne, de hát egy társulatnak a léte van forog kockán, tehát itt úgy kellene megcsinálni ezeket a terveket, hogy ezt pedig szakaszosan kell ezt a színházat felújítani. Itt kezdődött el a musical játszás is. Sándor János rendezésében 1986-ban itt mutatták be a nagy sikerű film színpadi változatát, a Hert. Vajda Júlia már iskolásként föllépett a színházban, a gyermekkórusban. Utána az énekkar tagja lett, majd szólista és magánénekes. Főszerepek sorát énekelte és játszotta el. Egy nemzeti színházban több tagozat van, és minden műfajt játszunk. És ennek ez a csodálatos, tényleg annyira örülök, és valahogy talán ezért is nem mentem el, mert nagyon megszerettem az operetteket, nagyon megszerettem a zenés játékokat, akkor játszogattam prózában is, akkor jöttek a musicalek, ugye már annak idején a mozi időszaka, a felújítás alatt mi már West Side Story-t meg Hert játszottunk. Hát ez fantasztikus dolog volt az 70-es években, 80-as évek elején, hogy ilyen nagy és zenekarral játszottuk például a West Side Story-t élő zenével. És hát én nem is tudom, szóval nagyon nagy feladat volt, főleg egy kezdőnek, nagyon sokat tanultam belőle, és nagyon-nagyon jó élmény a mai napig az, hogy minden műfajban részt vehetek. Én szeretem a karakterszerepeket is, nyilván azoknak is megvan a nehézsége, de persze, hogy a címszerepek meg a főszerepek nagyon nehezek és embert próbálóak fizikailag is, hangilag is, ugye, hogy azért Aidát énekelni, vagy Pillangó kisasszonyt, azért nem kis dolog, vagy akár Traviátát, vagy még azt is mondom, hogy Trubadurt, vagy Otellót, tehát sorolhatnánk ezeket a nehéz szoprán szerepeket, amik lelkileg is megviselik az embert. A Nagy Színház felújítása nagyon elhúzódott, csak 1986-ra készült el. Ez több színpadtechnikai korszerűsítést is jelentett. Minden köszönet és elismerés azoknak, akik mégiscsak végrehajtották ezt a korszerűsítést, hiszen egy két pályás színpadi forgónk lett, azért a világítás technikának olyan alapjait
lehetett megteremteni, hogy nem kell szétbontani most az épületet ahhoz, hogy újra és újra korszerűsítsék a világítás technikát. A felújított színházat nagyszobású gálával avatták föl. A színház az a jelen művészete, és az, hogy 140 évvel ezelőtt itt létrejött, az semmiből tulajdonképpen egy ilyen csodálatos nagy épület, egy hatalmas nagy színház, gyakorlatilag néhány év alatt, ami ma már csodaszámban menne, hiszen most már egy engedélyeztetési folyamat is a bürokratikus folyamatoknak köszönhetően nagyon hosszadalmas dolog, de mégis azt jelenti, hogy igénye volt a közösségnek arra, hogy legyen a művészetnek egy palotája itt Szegeden, és ez a palota kihívásokat jelent, a hagyomány szempontjából egy tovább örökítendő olyan fajta feladatot jelent egy intézmény vezetőjének, vagy az ott dolgozó, akár művészeti tanácsnak, előadó művészeknek, alkotóknak, rendezőknek, hogy azt a szellemi bázist, amit évtizedek alatt fölépítettek itt, azt tovább lehessen örökíteni, gondolkodni arról, hogy hogyan élhet tovább az a fajta szellemi tartalom, ami ide a falakba beívódott, illetve hogy hogyan lehet azt tovább erősíteni, vagy frissíteni, hiszen a 21. század derekán az első negyed századhoz közelítve azért nagyon látnunk kell azt, hogy nem beszélhetünk úgy a színház múltjáról, mint valami nosztalgikus, visszaidézendő időszakról, mert annyira felgyorsult a világunk, a digitalizáció, a média, a képek, birodalma vesz minket körül a telefonunkon, a monitorainkon, a képernyőinken, és ez annyira átalakította a gondolkodást, felgyorsította a mindennapok időhöz való viszonyát, hogy egyszerűen másképpen kell megragadnunk azt, hogy hogyan is csináljunk színházat most, 140 évvel az építés után. A nagy színház az operajátszásnak is bővebb lehetőségeket adott. Itt indult el többek között Kovalik Balázs rendezői pályája, aki elsőként a Turandottal tette le névjegyét. Thank you.
1977-ben nyílt meg a Kis Színház, ahol főképp prózai darabok kerülnek színre. Szegeden sok nagy színész egyéniség játszott. A 60-as években például Tordi Géza, Mécs Károly vagy Domján Edit. A 80-as években pedig olyan nagyságok jöttek el, mint Tolnai Klári, Törőcsik Mari vagy Mensáros László. Mensáros emlékezetes alakítást nyújtott Schiller Don Carlosának Fülöp királyaként. Én ezt az estét kihasználom, de úgy, hogy utánam a tűzvész színhelyén 10 emberöltőn keresztül nem maradhat magvető. Nevetségessé teszem őt. Erény egy ábrándozó agyréme legyen, csak halála meg egy balga emberi, bukása pedig sújtsa barátját, évszázadát. Ha ő bálványának az emberiségnek föl tudott áldozni, most bűnhődjék hát az emberiség helyette. Most azonnal a bábuján kezdtem. Verdi Macbethjét többször is műsorára tűzte a színház. Az 1980-as években Kerényi Miklós Gábor, 30 évvel később Galgóczi Judit rendezése aratott nagy sikert. Gregor József Szegeden lett operaénekes, és eljutott a világ legnagyobb operaházaiba, többek között a New Yorki Metropolitanbe is. Életükben a legnagyobb embereknek sem szoktak szobrot készíteni. Gregor 65. születésnapjára mellszobor készült róla, Botka László polgármester leplezte le, kollégái köszöntötték. Elmegyek próbára, 10 órától 2-ig az ember próbál, ami egy élvezet tulajdonképpen, mert ugye a nullából egyszer csak megszületik valami. Egy opera előadás. Na most ez egy kínlódás, de egy örömteli kínlódás. Egy előadásnak a sikere, most csak nagyon vulgárisan fogalmazva, függ attól, hogy én mit reggeliztem. Hogy kivel találkoztam aznap, fölidegesített, nem idegesített föl. A gázszámlás, hogy a gázóra leolvasó nem egy pont egy telefon kellős közepébe csöngetett be. Ameddig egy festő, vagy egy író, vagy egy szobrász, tehát egy alkotó művész, az akkor alkot, amikor kedve van hozzá, tehát amikor jött van az ihlet. Amikor a múzsa homlokon csókolta, akkor elkezd alkotni. Nekünk este 7 órakor, ha kell, ha van kedvünk hozzá, ha nincs, csókolózni kell a múzsával. Az ünnepségen egyik leghíresebb szerepéből a Don Pasquale-ból énekelt. Alföldi Róbert a 2000-es évektől több alkalommal is rendezett Szegeden, és néhány darabban játszott is. Nagyon jól, én nagyon szeretek itt lenni, tehát én hazajövök, vagy hogy én otthon érzem itt magam abszolút. Bementünk ide a mellettünk lévő vendéglőbe, és ugyanazok a pincérek vannak, akik mondjuk az elmúlt években is ott voltak. Úgyhogy ez otthonos érzés. Azt szerintem fontosabb, hogy az ember nyugodtan vagy békesében, hogy otthonosan érzi magát egy városban, mint a nagy emlékezetes kirobbanó pillanatok. Nem lesznek hamis emlékei. Minden, amit gyűlöl, amit most olyan szenvedélyesen gyűlöl, az lényegtelen lesz. Szeretni fogja a nagy testét. Halló? Boldog lesz. Jelenleg a kisebbséget képviseli.
Ismerem az elmeit, Winston. Tudom, hogy miket gondolt. Azt is tudom, hogy most mi jár a fejében, csak azt is tudom, hogy később mit fog gondolni. Régebb óta figyelem magát, mint ezt el tudnál képzelni. Bízzon bennem, Winston. Tökéletessé teszem, ha? Egy nemzeti színháznak feladata, hogy kortárs darabokat, sőt új kortárs műveket tűzön műsorra. Szegeden többek között Spíró György, Görgei Gábor vagy Pintér Béla alkotásait is játszották. Legutóbb a marosvásárhelyi Székely Csaba Mária országa című történelmi bohózata aratott szép sikert. Magyarország királya Mária, pont! Vesző inkább, nem? Persze Mária a főnök, de hát szerintem az én is. Ura! Szeretnétek is, hogy Magyarország sorsába belepofázna valaki, akinek semmi joga hozzá? Én nincs jogom, király vagyok! Mióta vagy te király? Én vagyok Mária férje! Igen, ennyi vagy, a király férje! De a faszékes szőrszálat hasogatni nevezetek akkor társuralkodónak! Tárása? Ura, segítsetek már! Mi az a társ uralkodó? Hallottam a társ uralkodó? Nem, felség. Mi a Dresda is Stollerű, hallottál? Nem. Attól még finom. Érsek úr, fölt már magyar trónon társ uralkodó? Én még nem koronáztam egyet sem. Magyarországnak már van törvényes uralkodója, aki nem más, mint Mária. Hogy akartok már én másikat is uralkodni? Nem, nem, soha! De mama, hát azt írtad én nekem, hogy támogatsz, azt hittem végre megkedveltél. Úgy jöttem ide, abba a hídbe, hogy te is azt szeretnéd, hogy uralkodjak. Ne haragudj szívem, de nem azért halt meg Károly, hogy te uralkodjál. Na ebben mit akarsz mondani? Király Levente és Fekete Gizi pályája is Szegeden bontakozott ki. A 2000-es évektől több időskori szerelmes párt is eljátszottak. Például Görgei Gábor Mikszátról szóló darabjában, vagy Hubay Miklós művében Ők tudják, mi a szerelem. Ez azt jelenti, ha most nem is, de majd később, esetleg beszélhetünk? Ugyanazok a, hogy hívják, belső mozgások voltak benne, amit én szerettem, és én is azért küzdöttem, hogy ilyen legyen. Szóval, hogy a néző lent elhiggye, hogy ez végigmehet egy emberbe is. A Gizi... Ilyen is volt. Estella, semmit se vált. Gondoltam, ez a fény erőz innen a hamis illúziókat. Ugyanaz a hideg megvetés, ugyanaz a közöny, ugyanaz a részvétlen ragyogás. A Hegedűs a háztetőn a musical színpad egyik legnépszerűbb darabja. Magyarországon 1964-ben, Szegeden 1986-ban került először színre. Azóta a Szegedi Nemzetiben három nagyszerű tevje is színpadra lépett. A Hegedűs a háztetőn ilyen Amerikából jött át, és minden ősbölények játszották. De Esenyei. Hatalmas. Aj, gazdag lennék! Ja, hogy igaz, éjjel. És a Sándor Jancsival megbeszéltük, hogy nem. Ez a kis zsidó. Édes jó Istenem, te, aki annyi szegény ember teremtettél, te is tudod, hogy a szegénység nem szégyel. Na, de nem is dicsőség. Ha tönkre mennél abba, egyszer nekem is ide pottyantanál egy kis gazdagságot. Jaj, ha én gazdag lennék, igadigadigadigadigadigadigadaj, éjjel-nappal igadigadaj, tartaná nagy daj-daj. Te vettél magunkát, éjjel-nappal igadigadigadigadigadigadaj, dolgom, gondom, másokra hagyom, jaj, ha egyszer meggazdagodom. Építnék házat benne, 5 szoba lenne, és hozzá egy fürdőkamarád.
fürdőkádban lábamat áztatnám. Nagy széles márvány lépcső, menj, ami felvisz, és még egy betlepel is kell, és kell még egy hogy magukját csupán. Lenne sok pulyka réce, kappanáznak kis csibe rántani való, fokhagymáson illata bódító. De addig, notkod a gága, hangjukat elviszi a szél, hogy hirdessék itt gazdag emberé. Nekem mindig az volt az érzésem, hogy Szeged olyan különleges, hogy szinte 50%-ra osztható, hogy az egyik része odaadó, kedves, mosolygós, szolgálatkész, derűs ember, van egy másik része, amely megátalkodott a makacs, csak a maga gondolatait és vágyait viszi. Ez egyrészt nem is rossz, mert tartja a város karakterét, és nem hajlandó mindenféle dologba belemenni. Néha azonban hát egy kicsit előteljes fékező hatással tud lenni, ami talán túlzás. De hát Istenem, ez Szeged dolga. A MA színháza a MA előadó művészeivel a mai nézőknek szól. És ez teljesen normális, és így van rendjén. És nekünk azon kell gondolkodnunk, amikor a jövőről beszélgetünk, mondjuk a művészeti tanács tagjaival, hogy a következő évben, évadban milyen fajta darabok kerülhetnek elő, prózai, opera, operett, musical, bármilyen fajta műfajban, hiszen az fogja meghatározni a színház jövőjét. Egy színház az identitását kétféle módon határozhatja meg, egyrészt a múltjából, ahogyan a Szegedi Nemzeti Színház is, ugye az elmúlt 140 év, azok a nevek, akiket felsoroltál, azok a művészek, akik már évtizedek óta itt dolgoznak, vagy azok az arcok, akiknek a képmása akár szobor formájában is megtalálható az előcsarnokban, vagy akiknek a nevét a színházhoz lehet kötni, illetve a jelen és a jövő, tehát azok a művészek, akik most a társulatot alkotják, azok a rendezők, akiket ide hívunk dolgozni, és azok a nézők, akik beülnek esténként az előadásokra, bérletet váltanak, jegyet váltanak, és ezzel biztosítják azt a folytonosságot, ami a mi munkánknak tulajdonképpen az értelme.